Paksvárosában 15.747 választó polgár mehetett volna elszavazni. Megjelent ebből 7.306, ez 46.36%. Az urnában lévő, tehát nagyon alacsony volt az érvénytelen szavazatok száma, 391, és a még elsőprőbb a nem és az igenek arány mindösszesen 90 darab igen választás, tehát szavazat született a 6.824 érvényes nemmel szemben. Reggel 6 órakor nyitottak ki a szavazókörök, és este 7 óráig nyilváníthatták ki véleményüket a választópolgárok a betelepítési kvótáról. Pakson nem történt rendkívüli esemény a referendum napján. Pakson nagyobb volt a részvételi hajlandóság, mint az országos átlag, sőt, hogyha pár százal is, de még a Tamási városánál is, itt 46.30% volt a részvétel. Vannak olyan körzeteink, ahol megugortuk az 50%-ot, tehát kimutatható a település részeken belüli hajlandóság. Nagyobb volt az aktivitás a PSE pályakön, tehát a Fehérvári út és hozzákapcsolódó település részeken, a Malomhegyen, valamint az Óváros részben, még jóval alacsonyabb volt a lakótelepen, de azt el lehet mondani, hogy összességében gyors, eredményes összegzés végeztek a kollégáim, és semmilyen rendkívüli esemény nem történt. A szavazókörökben újításként műanyagurnában gyűjtötték a voksokat, a mozgóurna igénylés az előző választásokhoz hasonlóan zajlott, levélszavazat nem érkezett a helyi irodához. Volt szép számú mozgóurna igénylés, bár itt voltak félreértések a jogszabály nem ismerése miatt, ugye délután 3 óráig lehet írásban kérni, ezt sokan nem tudták, később próbáltak mozgóurnát kérni. Azt lehet mondani, hogy hát a műanyagurnákat lehetett használni, de azért hát van velük még technikai probléma, lehet, hogy a következő választásra módosítani fognak rajta. A Nemzeti Választási Iroda honlapjának tanúsága szerint országszerte a választók 40,41%-a adott le érvényes szavazatot, a nemek aránya 98,33% volt.